Fontos fejlesztések kerültek középpontba a közgyűlésen, a testület döntött a Vasvári Pál gimnázium felújítására kiírt közbeszerzési eljárás elindításáról, a Csalai hulladékkezelő telep útfelújítási munkáinak megkezdéséről is. A pénzügyi bizottság csütörtökön határozott arról, hogy kezdődhet a barátságháza felújítása. Elindulhat a barátságházának a felújítása. Ugye a Modern Városok program keretében kaptunk ehhez pénzügyi forrást a kormányzattól, a közbeszerzést érvényesen és eredményesen a bizottság le tudta zárni, és ennek megfelelően hamarosan a munkaterület átadását követően megkezdődhet a barátságházának a felújítása. Egy másik fejlesztés tekintetében, amire szerintem régóta is joggal várnak a fehérváriak, pedig egy szintén fontos döntés keretében a mai közgyűlésen került sor, hiszen elindítottuk a Vasvári Gimnázium jelenlegi, vagy azt is mondhatnánk, hogy régi szép épületének felújításával vonatkozó, már a kivitelezést tartalmazó közbeszerzési eljárást. A tervek szerint a tavasz folyamán lezárulhat ez a folyamat, és így nyáron folytatódhat a fejlesztés, elindulhat a beruházás. Ezzel párhuzamosan tavasszal kiírják az új épület építésére vonatkozó eljárást is. Az ellenzéki frakció 4 napirendi pont javaslatot nyújtott be, 2 a szociális területet érintette, az otthon ápolás területén dolgozókat, valamint a gyermeküket, nevelőket. A testület határozott arról, hogy ezeket a javaslatokat részletesebben dolgozzák ki a szakemberek bevonásával. Emellett 2 másik javaslatot is szorgalmazott az ellenzék. Az akkumulátorgyára kérdése volt, ami szóbeszéd volt Fehérváron, hogy talán itt is fog épülni. Én itt megnyugvással tapasztaltam, hogy egy módosító indítvány keretében az bejött, hogy Fehérváron, ha lesz ilyen lehetőség, akkor a Fidesz frakció is nem fogja támogatni, tehát én ezt sikerként értékelem. A negyedik, itt a migráns munkás kifejezés kapcsán itt eléggé forró hangulat volt. Az ellenzéki frakció utóbbi javaslata kapcsán Molnár Tamás, a Fidesz frakció vezetője, ellenérzésének adott hangot. Némileg megdöbbentő az, hogy Székesfehérvár ellenzéke, a baloldali ellenzék a mai napon is kirekesztő, rasszista előterjesztésekkel rukkolt elő és próbálta ezt érvényesíteni itt a közgyűlés előtt. A Székesfehérvári Fidesz frakciója minden ilyen kirekesztő, rasszista megnyilvánulást elítél, és kértük a közgyűlést is, hogy határolódjon ezek. Szeretnénk azt elérni, hogy ezek a közgyűlések Székesfehérvárról szóljanak, ne a budapesti pártérdekek és az üzenetek érvényesüljenek. A Fidesz frakció vezetője arra kérte a képviselőket, hogy Székesfehérvárért dolgozzanak, a város érdekeit tartsák szem előtt.